Jön Isten rózsám. Csendes jó éjszakát, s a holnapi napra boldog felvigradást. Cédrus a rozmarin, nem árt annak a szív. Köszönöm, édesem, hogy eddig szerettél. Köszönöm, édesem, áldás békességet kívánok mindenkinek. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Nőnap alkalmából rendezett kis ünnepségünkön. Ezen alkalomból érkezett hozzánk nagy tiszteletű Besztercei András esperes úr, érkezett hozzánk nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök úr, és Mezőtúrváros polgármestere Herceg Zsolt úr. Először szeretném felkérni nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök urat, hogy köszöntsön mindannyiunkat. Nagy szeretettel köszöntöm Nőnap alkalmából kedves lakókat, dolgozókat, kedves mindannyiukat. Pál apostol szavaival kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mózes első könyvéből szeretnék egy ige szakaszt felolvasni, a második rész 18. versétől. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítő társat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, az égi madaraknak és minden állatnak. De az emberhez illő segítő társat nem találta. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és oda vezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszony ember legyen a neve. Amen. Amikor ezt az igét először elolvastam nőnapra készülve, nőnapi köszöntésre, akkor egy humoros találós kérdés jutott az eszembe, amely egy picikét a hölgyek, talán az itt ülő nők szemszögéből szemléli a teremtés történetet. Találós kérdés így hangzik, miért teremtette Isten először a férfit? És a találós kérdésre a válasz azért, mert kellett egy prototípus, kellett egy tesztfigura, mielőtt megteremti majd a tökéleteset, a nőt másodjára. Hát a viccet félretébe valóban téves én szerintem az az ókori és középkori teológiai magyarázat elképzelés, mely szerint a teremtés sorrendjével, azzal, hogy Isten először a férfit, majd másodjára az asszony teremtette, azzal egyfajta hierarchiát, vagy aláfölé rendeltséget, vagy férfi központú patriarkális társadalmat alkotott, teremtett volna, vagy álmodott volna meg Isten, téves ez az elképzelést. Az asszonyt most is olvastam, a nőt a férfi oldalbordájából teremtette az Isten. Mellé rendelte. A férfi mellé rendelte a nőt Isten. Egyenrangúvá teremtette. Csodálatosan erőssé alkotta és formálta a nőt, akit itt a Szentírás hozzáillő segítő társnak nevez. És aki valaha házassági fogadalmat tett az Úristen színe előtt református szertartás szerint, az ezt is fogadta meg hölgyként, hozzáillő segítő társ leszek. Így fogadta meg a házassági esküt, aki ezt letette egyszer. És én azt kívánom most itt egymás mellett élve ebben a közösségben, ha nem is férj-feleség viszonylatában, hanem egy közösségben együtt lakó, itt dolgozó emberekként,
hogy ugyanígy segítő társai legyünk egymásnak. Egymást segítve, egymás terhét hordozva, töltsétek be a Krisztus törvényét, ezt kívánom Pál apostollal együtt. Természetesen a férfiaknak is, de ezen a napon, nőnapon, mindenek előtt minden kedves hölgy dolgozónak, bentlakónak, minden kedves nőnek Isten áldását kívánom az Ároni áldással. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néktek. Így legyen. Amen. Most felkérem Herceg Zsolt polgármester urat, hogy köszöntse mindannyiunkat. Köszönöm szépen, nagy tiszteletű Esperes úr, elnök lelkész úr, tisztelt igazgatóasszony, tisztelt otthonlakók, dolgozók, önkormányzatunk részéről nevében nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. A mai napon, a nők napján nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önök között. Először is szeretném megköszönni a megtisztelő meghívásukat. Tisztelt jelenlévők, nagyon fontosnak tartom én is személy szerint, hogy ezen a napon megálljunk egy pillanatra, és köszöntsük a hölgyeket, és hát ebből az alkalomból gondoljunk arra, hogy önök, itt elsősorban a dolgozókra gondolok, de természetesen a lakók közül is, amikor aktívak voltak a hölgyek, akkor igen sokat tettek a családjukért, a társadalomért. Tulajdonképpen elmondható az, hogy mindig, minden napon, minden percben egy plusz feladat hárult önökre, hiszen amellett, hogy kinek-kinek a munkahelyén, vagy akár otthon, hogyha háztartásbeliként dolgozott, ugye meg kellett állnia a helyét, és ugye gondoskodni kellett a családról, és azok, akik még plusz munkát vállaltak, hogy a munkahelyük volt, hogy amikor hazamentek, akkor kezdődött az otthoni műszak. Ezért mi férfiak elsősorban igen nagy hálával tartozunk önök felé, és külön öröm számomra, hogy itt az idősek otthonában is megemlékeznek önökről, hölgyekről, köszöntik önöket a mai napon. Sajnos nem mindenütt van ez így, és azért is mondom azt, hogy igen, nagy elismerés a részemről, amit most át szeretnék így jelképesen nyújtani a fenntartó képviselőinek és igazgatóasszonynak, hogy erre az ünnepségre sor kerítettek, hiszen nagyon fontos az, hogy így a nőnapon köszöntsük önöket. Amit én szeretnék, az, hogy az év 365 napján minden évben egy picikét nőnap legyen, és hát szomorúan tapasztalok olyanokat, hogy amikor egymásnak, embertársainknak nem adjuk meg a tiszteletet, és különösen fáj az, amikor a hölgyekkel járunk el, így, mi férfiak, vagy közülünk néhányan. Úgyhogy én azt remélem, hogy a társadalom majd abban az irányban is lépéseket tesz, és fejlődik, hogy ez ne így legyen, és ez változzék. Kérem, fogadják szeretettel az otthon lakóinak, dolgozóinak hoztam az önkormányzatunk részéről ezt a kis növényt. Én azt kívánom, hogy ez majd megfelelő helyre kerüljön és díszítse az otthont. És a nőnap alkalmából én mindannyiuknak nagyon jó egészséget kívánok. Az otthon lakóinak azt kívánom, hogy itt valóban egy értékes közösség tagjai legyenek. És a dolgozóknak pedig megköszönöm azt az áldozatos munkát, amit a lakók érdekében a hétköznapokon kifejtenek. Természetesen önöknek is nagyon jó egészséget kívánok, és kívánom azt, hogy valóban legyenek itt ennek a közösségnek önök is az értékes tagjai. Isten éltesse mindannyiukat nőnap alkalmából. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megköszönöm polgármester úr köszöntő szavait, és most együtt közösen mindannyian énekeljük el áldásképpen a 134. Zsoltárnak harmadik versét, amely így kezdődik: megáldjon téged az Isten a Sionról, kegyelmesem. Thank you.
Most pedig kérem, fogadják szeretettel a virágokat, amelyekkel szeretettel készültünk. Polgármester urat, esperes urat és a férfi dolgozóinkat megkérném, hogy segítsenek átadni a virágokat. Először hölgy lakóinknak, utána pedig dolgozóinknak. Fogadják szeretettel. Nagyon szépen szeretném megköszönni hölgytársaim nevében ezt a szép köszöntőt. Azt gondolom, hogy nagyon szép dolog ez. Mind a fenntartó, mind polgármester úr, mind esperes úr részéről, hogy itt vannak közöttünk, és megtiszteltek bennünket a szép szavaikkal, és ezzel a gyönyörű kis virággal. És nagyon szépen köszönjük polgármester úrnak a szép cserepes virágot is, amit ismételten el fogunk helyezni az intézménybe, az aulába, hogy mindannyian tudjunk benne gyönyörködni. Nagyon szépen köszönjük, és további szép napot kívánunk mindenkinek. Áldás békességet kívánok mindenkinek, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a nőnap alkalmából. A mai nap érkezett hozzánk köszöntésre nagy tiszteletű Besztercei András esperes úr, nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök úr, Mezőtúrváros polgármestere Herceg Zsolt úr és Szűcs Dániel képviselő úr. Azért érkeztek ma hozzánk, hogy köszöntsenek mindannyiunkat nőnap alkalmából. Elsőként szeretném felkérni nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök urat, hogy köszöntsön mindannyiunkat.
Szeretettel köszöntök mindenkit Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nőnapon mi lehetne szebb, mint a példabeszédek könyvéből, a 31. fejezetből olvasni, a Szentírásból, hiszen ennek a résznek, ennek a fejezetnek a címe a derék asszony dicsérete. Így minden itt jelenlévő hölgynek, de az egész világon mindenkinek szólhat ez a szép idézet a derék asszonyokról, a derék nőkről. Derék asszonyt kicsoda találhat, értéke sokkal drágább az igaz gyönynél. Ura szívből bízik benne, egész életén át javát munkálja családjának. Föl kell még éjjel, ételt is ad háza népének, s rendelkezést. Ha az a szándéka keze munkájával szőlőt telepít, megkeményíti derekát, megfeszíti karjait, érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó, dicsérjék tetteiért minden helyen. Amen. Hogy kiről mintázhatta a példabeszédek könyvének írója az asszonyt, akiről itt beszél, nem tudjuk. Talán az édesanyjáról, talán a nőtestvéréről, vagy lehet, hogy éppen esetleg feleségéről, nem tudjuk. De talán túl tökéletesnek is tűnik ez az asszonykép. Azt mondjuk, hogy ilyen nő nincs is, aki ennyi mindent megtesz egyszerre. De amikor visszagondolunk a saját életünkre, hogy mennyi mindent tettünk családunkért és az egész magyar társadalomért, akkor bizony azt mondjuk, lehetséges, hogy van ilyen asszony. Olyan, akiben maximálisan meg lehet bízni, még pénz tekintetében is. Olyan asszony, aki gondoskodik a körülötte élőkről minden tekintetben. Olyan asszony, aki kétkezi munkát, fizikai munkát sem röstel végezni, és emellett van neki életbölcsessége is, melyet tanítja gyermekeit, unokáit. Olyan asszony, aki ráadásul istenfélő. Nagyon nehéz említeni olyat, akiben mindez megvan. Az itt ülő hölgyek és itt álló hölgyek is lehettek volna ennek a szép költeménynek az ihletői, hiszen dolgos, tisztességes, becsületes asszonyokat ábrázol az író, Salamon király egyébként, aki ezeket a szép gondolatokat leírta a derékasszony dicséretében. Még egyszer ezzel az utolsó igeverssel, a 31. rész 31. versével kívánok boldog nőnapot. Sok nő végez derékmunkát, de te felülmúlod mindegyiket, az urat félő asszony dicséretre méltó, dicsérjék tetteiért minden helyen. Amen. Most pedig szeretném felkérni közöttünk megjelent Herceg Zsolt polgármester urat, köszöntse a jelenlévő hölgyeket. Köszönöm szépen, nagy tiszteletű Esperes úr, elnök lelkész úr, tisztelt igazgatóasszony, képviselőtársam, tisztelt hölgyeim és uraim, Mezőt úr város önkormányzata nevében szeretettel köszöntöm önöket. A mai napon természetesen a hölgyeket elsősorban. Szeretném megköszönni mindannyiuknak azt az áldozatos munkát, természetesen az otthon lakóinak is, akik annak idején aktív korukban a közösségükért, a családjukért éltek tulajdonképpen, és ezt nyilván nem szabad elfelejteni. Köszönöm természetesen az intézményben dolgozó hölgyeknek is azt az áldozatos szolgálatukat, amelyet a lakók érdekében végeznek. Köszönet és hála érte az önkormányzatunk részéről, hiszen nagyon fontos az, hogy a társadalom hogyan becsüli meg és hogyan gondoskodik azokról az időskorú polgárokról, akik valamikor a helyi társadalomért nagyon-nagyon sokat tettek. Én szeretném megköszönni a fenntartó jelenlévő képviselőinek azt, hogy a nőnap alkalmából köszöntik önöket. Nagyon sok helyen el szoktam mondani, hogy sajnos nem mindenütt van így, ami nem helyén való, de itt én úgy látom, hogy egy gondoskodó, odafigyelő, fenntartó és intézményvezetés van, aki nem felejtkezett el önökről. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és nőnap alkalmából nagyon jó egészséget kívánok mindannyiuknak. Nem jöttem üres kézzel,
kérem, jelképesen átnyújtom az önök részére ezt a cserepes virágot, ezt a cserepes növényt, díszítse az intézményt, és intézményvezető asszonynak, igazgató asszonynak is nagy tisztelettel megköszönünk önkormányzatunk részéről az áldozatos munkáját, neki pedig egy ilyen szép szálvirágot hoztam, amit most átnyújtok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Most szeretném felkérni Szűcs Dániel képviselő urat, hogy mondja el köszöntő gondolatait. Tisztelettel köszöntök mindenkit, külön nagy tisztelettel a kedves hölgyeket. A mai napra pedig egy kedves és szép idézettel érkeztem, amelyet engedjenek meg, hogy elmondjak. Ez a nap az övék. Ma ünnepeljük őket. Életünk részét, a csodálatos nőket. Mik ők nekünk, nehéz elmondani, teljesség igényével mindazt felsorolni. Talán tavaszi lanyszellő, mely lágyan simogat, zongora hang, mely visszad csodás dallamokat. Lágy hegedű szó egy szerelmes éjszakán, vagy a gitár hangja a tenger azúrpart szakaszán. Vagy mint a Vezúv, ha kitör a láva, ha elborítja szívét az érzelmek hulláma, de lelkében olyankor is virágos sziget, mely hív, hódíts meg, és szeress engemet. S mennyivel másabb a női logika? Lehet édesanyja, feleség, barátnő, unoka. A nő az nő, így helyén való. Mert mindegyik, ahogy van, szeretni való. A köszöntés sokféle, csoki és párszál virág. Ha a lelkét érinted meg, egy egészen más világ tárul eléd, szívvel, szeretettel, lénye megváltozik. Téged a mennyekbe emel. Ez a nap az övék, köszöntsük mi férfiak őket. Életünk fontos részét, a csodálatos nőket. Isten éltesse önöket, és engedjék meg, hogy ezt a csokor virágot igazgatónőnek átnyújtsam. Ahogyan polgármester úr mondta, a köszönetünk jelképéül, én, mint a körzetképviselő is szeretnék csatlakozni. Különösképpen szeretném megköszönni az itt dolgozó hölgyeknek a mindennapban végzett nagyszerű munkáját. Isten éltesse önöket még egyszer. Köszöntésünk végeztével először az áldást énekszóban hallgassuk meg. Nagy tiszteletű Besztercei András esperes úrral együtt elénekeljük a 134. Zsoltárnak harmadik versét. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen áldásképpen. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket. És végezetül az ároni áldással szeretnék mindenkinek boldog nőnapot kívánni. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon lelki békességet néked. Amen. Nagyon szépen köszönjük lelkiszelnök úrnak, polgármester úrnak, képviselő úrnak ezeket a nagyon gyönyörű, kedves és megható szavakat. Nagyon szépen köszönjük a gyönyörű virágokat. A polgármester úrtól kapott gyönyörű cserepes virágot pedig el fogjuk helyezni egy központi helyen, ahol mindenki tud majd benne gyönyörködni, hiszen díszíteni fogja ez is az otthonunkat. Nagyon szépen köszönjük nekik, és nagyon szépen köszönjük, hogy megemlékeztek rólunk, és gondoltak ránk. Még ünnepségünkből hátra van azon rész, amikor is készült önöknek egy kedves lakótársuk, Harangozó István, egy nagyon kedves nőnapi verssel. Kérem, hallgassák szeretettel. Koncsor Milán, nőnap. Anyák óvó tekintete vigyáz ránk az éj alatt. Nem számít, hogy fejük fölött két évtized elszaladt. Drága lányok csókjaitól részegülnek a szívek, sívó szemük íriszein táncot járnak a színek. Drága hugok és nővérek állnak körbe kedvesen, mosolyjal és öleléssel vígasztalnak lelkesen. Nagymamák és édes dédik sütik a friss kalácsot,
minden bajban, minden vízben féltő, igaz barátok. Összetartja életünket a nő, mint puha szövet, minden egyes mozdulatél, hála jár és köszönet. Nagyon szépen köszönjük Istvánnak is a szép verset, és most pedig kérek minden kedves lakót és dolgozót, hogy maradjon a helyén, mert hogy még egy kis meglepetés érkezik mindannyiunk számára. Nagyon szépen köszönjük, azt gondolom, minden nőtársam nevében mondhatom ezt a nagyon szép nőnapi ünnepséget és megemlékezést. Még egyszer nagyon szépen köszönjük minden férfi társunknak, fenntartónak, polgármester úrnak, Esperes úrnak, képviselő úrnak, hogy ma itt voltak velünk, és köszöntöttek minket, és gondoltak ránk. Nagyon szépen köszönjük. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánunk, további szép napot, és áldás békességet. Na 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 na